A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanuló képgrafikusok legfiatalabb generációja ezúttal nem a fővárosban, hanem a Vértes agórájában mutatkozhatott be. A bemutatott anyag nagy erénye, közös jellemzője a technikai sokszínűség, amely a mesterek és műhelyvezetők nyitott szellemiségének köszönhetően a grafika tanszék működését általában véve jellemzi. 47 munkát láthatunk, 46 embertől Szúcsikró József a tanszékvezető két kisméretű képpel képviselteti magát. Ugye itt megjelenik gyakorlatilag az összes grafikai technika, az egyedi rajztól a sokszorosított grafikának mindenféle technikája, a mély nyomás, síknyomás, magas nyomás. Bejönnek az új digitális technikák, és most már ez is elfogadott a grafikában. Ugye régebben azért ez egy alapvetően konzervatív ága a képzőművészetnek, és van fotó is, úgyhogy gyakorlatilag mindenféle dolgot látunk. Az egyetem idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, amely kiváló alkalom arra, hogy az egyes tanszékek mind múltjukkal, mind jelenükkel számot vessenek. 1906 óta folyamatosan oktatnak grafikai technikákat. Egyébként az országban ez volt az első intézmény, ahol grafikai technikákat kezdtek el oktatni, és ez alatt a 150 év alatt tulajdonképpen utoljára csak az első világháború alatt fordult olyan elő, hogy másfél éven keresztül nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehetett látogatni a műhelyeket utoljára. És ez volt ugye a közelmúlt pandémiás helyzete volt egy hasonlóan nehéz szituáció, hiszen nagyon szigorú korlátozások mellett tudtak csak egyáltalán nyomtatni műhelybe, műterembe járni a hallgatók, tehát el voltak vágva tulajdonképpen attól a közegtől, ami nekik az inspirációs forrást, az elsődleges inspirációs forrást jelenti, és mondhatom, hogy valóban egy igazi nagy buli volt és ünnepség, amikor végre először beköltözhettek újra a műtermekbe. A 47 alkotásból álló tárlatot április 29-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Vértes agórája nyitvatartási idejében.